Köszönöm.
már néhány beteget gyógyított meg kézzeltétele, maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangéliumi közelséget és intimitást, amit Isten a kenyérben
Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Thank you.
Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyáján, mert ez az én testem, mely érted. Vacsora után ugyanúgy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kelyre, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiöntatik a bűnök. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szentitka. A látodat égyen kiforulunk, és sikere hajjuk a felállásra, ami ellen jössz. Thank you.
atyák, aki a mennyben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen végét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk.